Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Női Szakasz. Mai adásunkban az aktuális nyár divat anyagaival, színeivel és trendjeivel fogunk megismerkedni, és mindezek kombinációjával össze fogunk állítani pár igazán divatos ruhadarabot, amit egyéniségünknek és alakunknak megfelelően magunk is alakíthatunk, egy kis fantáziával és egy jó varrónő segítségével. Tartsanak velünk! Hogy kicsit megnézzük, hogy milyen színek és anyagok fognak dominálni ezen a nyáron, megkerestük Újpest legjobb méteráru üzletét, itt mellettem Gyöngyi a tulajdonos, szia! Szia! Reméljük elkalauzol bennünket ezeknek az anyagoknak a világában. Nos Gyöngyi, milyen színek kezdjük azzal, amik dominálni fognak a nyáron, és amiből érdemes varratni akár ruhát, hiszen jobban kijövünk anyagilag. Mm-hmm, így van. Hát először is a menta, a pinkek, a málna színek, a világos kék, a fehér-fekete az trend, tehát az abszolút marad. Hát ez a halvány lazac szín, és a piros, és a királykék, tehát még az is. A fiatalok kedvenc színe, itt nem nagyon tapasztalom, hogy vinnék, de viszont a gyerekeimnek a barátai, barátnői, ők igen a királykékre esküsznek, hogy nagy divat szín. Úgyhogy ezek lesznek a színek. Nagyon többféle anyagok, mintákat lehet kivariálni belőlük, csipkével kombinálni, muszlinnal kombinálni, tehát a fantázia a határ. Anyagokban esetleg melyikek azok az anyagok, amiknek a nyálon viszik a prímet? Gondolom nem a vastagabbak, hanem inkább áttetszőbb talán. Igen, ezek a muszlinok, a netszek, a csipkék. Hát ezek. És sejmek, társai. Igen. És a pamut jersey, ami szintén most rajtam van, ebből is nagyon jó lenge ruhákat lehet varni. Szerintem akkor nézzünk is szét az üzletbe, és keressünk erre egy pár jó kis trendi példát. Jöjjenek velünk! Meg is érkeztünk ugye a menta színekhez, ami ugye az elsődleges nagy sláger lesz a nyáron. Hát választék az van bőven, és hogy nézem az anyagok is, tehát itt van csipke, Ez is csipke szerintem, hát és csak rajta ilyen van a plüss. Rajta van egy básony, ezt úgy hívjuk, hogy maratott. Aha. Ebből is nagyon szép kis ruhákat, fölsőket, bolerókat lehet gyártani. Hát kivenném, ami most a legjobban megy anyagok, már színben. Ebből az anyagból blézert lehet én átjövök közben a túloldalra, így talán jobban látom. Tehát ő lenne egy blézer fölső, és ő pedig hozzá egy nadrág, vagy akár szoknya, vagy akár fordítva is, mert most ugye a nadrágok közül ezek az anyagok, azok nagyon mennek. Tehát ilyenből nadrágot, amit én látok, nagyon sok helyen vannak most a nagyon tarka, nagyon színes, ez a 90-es évek divatja igazából. Az pinkből van, tehát az rugalmas, ez egy másfajta anyag, tehát ez az a nadrág, amiről te beszélsz, nadráganyag, amiből csinálják ezeket valóban ezeket a rózsás nadrágokat, ehhez jönnek a egyszínű fölsők, akár fehér, akár rózsaszín, akár bármelyik színe az anyagon rajta van. Igen, ez mondjuk pont az a szín, amit ide kiválasztottunk. Hát igen, és azzal de mondjuk is nem lehet biztos, hogy pont ehhez tenném. Mert azért inkább ide ehhez a rózsaszínes, vagy más anyagok. Na de most tegyük még el ezt a rózsásat, hiszen van még itt nekünk, erre majd visszatérünk. Akkor ez a nagyon szép csipke. Aha. Ezt például lehet úgy kombinálni, hogy van mondjuk egy ruha ebből, mert ez elasztikus, és rátenni egy anyagot díszítésnek. Jó, és akkor itt van a csipke anyag is ugyanebből a színből, ebből a pisztácia színből. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy tényleg csak a fantázia szab határt. Így van. Ennek van még egy lightosabb változata, a netz, ami ugyanilyen rugalmas. Ezt lehet kombinálni pamut jerseyvel. De még nekem, ami még eszembe jutott, hogy ebből a csipkeanyagból, ugye ez nem csak díszítésre alkalmas, ahogy mondtad az előbb, hanem mondjuk én egy komplett ruhát is el tudnék ebből képzelni.
És ezekből az anyagokból, amik jobban fednek, alá egy trikószint, vagy egy szűkebb ruhát. Egy szűkebb tunika. Amitől ugye, hát azért mégsem látszik semmi, de akár egy strandruhának is teljesen alkalmas. Szerintem, ha valaki mondjuk nyaralni megy tengerpartra esetleg, fürdőruhára csak egy egyszerű téglalapot kivág, egy megkötővel, és fölül kivágni, igen. Bele, és már lehet is menni a föld kukoricáért. Vagy akár ez a kendő. Igen. A következő anyag, amit nagyon szeretnek, az a pinkek. Uh-huh. Na most a pinkek között található ez a úgynevezett pamut szatén, ennek van egy fénye. Igen. Na ez már tengerparti ruha, ez már abszolút a nyári. Nem mondanám, mert azért ebből simán lehetne csinálni egy kis ruhát. Ami még egy másik jó pofa anyag, a bordűrös anyagok, amik... tulajdonképpen kész a ruha belőle. Az úgy néz ki, hogy ugye ez a felső része, ebből kivágni két pántot, és nagyon mutatós kis ruhát lehet. A esti de ezt még akár tengerparti is. Ruhát is lehet belőle csinálni. Ezt akár én fordítva is el tudnám képzelni, tehát hogyha még megfordítanám az anyagot, ez nem probléma, hogyha alul van a minta, van. Hogy mondjuk így. De nem jó, akkor... mert lefele vannak a de ez nem baj. Jó. És akkor a vége pedig ott a csík. Pöttyös. Aha. Akár. És abból, mondjuk ebből a pöttyösből még egy csíkot le lehetne vágni, akár egy ide kendőnek is. Hm? Vagy egy övnek mell alatt. Egy övnek. Aha. Igen. Tehát tényleg csak ki kell találni. Bele kell látni az anyagokba a kész ruhát. Uh-huh. Hát igen, ehhez mondjuk ti szakavatott segítség vagytok. Tehát ez az anyag egyébként ebből... Nem is tudom, ebből egy nagyon elegánsat lehet, mert ennek egy kicsit szaténos a felülete. Azért mondom, hogy ez pamut szatén, rugalmas, tehát lényegében lehet belőle olyan nadrágot csinálni, amiről beszéltünk az előbb, igen. Hogy az a mostani uh-huh, divat. Uh-huh. És lehet hozzá, itt van ez a pamut jersey, ami lehet akár felső. De szép. Hát ebből egy sima csőtopp is, egy ilyen bőnacival akár, vagy szűk nadrággal azért az bárhova. Hát így van, akkor van egy, akár ez lenne a zakó, és ez a nadrág. Uh-huh. Ez már egy kicsit farmer-szerű anyag. Ez farmeros, ez igen, ez egy elasztikus farmer a trend színeiben. Uh-huh. Ebből is van ugyanolyan csipkénk, a fényes szaténok. Őt nagyon szeretik, ezt a típusú anyagot. Na. A koszorús lányok, aminek most pont hát esküvő van az... szezon, úgyhogy abszolút aktuális, de gyönyörű. Igen. Akkor ezt lehet még kombinálni a pink organzával, vagy fölé teszik a lányok, vagy uh-huh. alá. De akár koktélruha is kijön ebből, tehát nem feltétlenül kell ahhoz koszorús lánynak lenni. Hát egyszerűen igen. Valaki egy olyan helyre megy, ahova valami jó, belefér az, hogy egy fiatalosabb rendezvényre, kicsit feltűnőbb koktélruhát azért ebből össze lehet pakolni így szépen. Van, így van. És igazából alaktól függő. Nem tudom, hogy mennyire trend az, de én például nagyon sokszor láttam olyat, hogy a koszorús lányoknál az alakra szabják a ruhát. Tehát mondjuk megvan ez a két anyag, hogy van ez a szatén, illetve van a tül hozzá, és ennek a kombináció egységesen mindenki azt a fazont, host méretet választja ki, ami neki testhez álló. Ez itthon megy, már hát, működik, már vagy inkább sablon a ruha is. Egyforma a szín, de viszont a lányok különbözőt választanak. Uh-huh. Tehát nem ugyanaz a fazon, mindegyiknek más, tehát a színhez uh-huh. ragaszkodik a menyasszony. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. volt már sárga, tehát a menyasszonynak a koszorús lányai sárgába uh-huh. voltak, volt olyan, aki ezt a mély püspök lilát választotta, uh-huh. abban voltak a koszorús lányok, tehát nagyon jó pofa dolgokat találnak ki. Akkor nézzük meg azokat a királykékeket, ami nagyon nagy sláger most ugye a fiatalok körében. Hát igen, ebből kettő félét tudok mutogatni, uh-huh. ez az egyik szintén egy szatén, uh-huh. ebből láttam már, ilyen bőszárú, de egyenes szárú nadrágot, magas uh-huh. derékkal, nagyon csinos volt a lány, uh-huh. és hozzá egy virágmintás blúz, vagy akár egy egyszínű fehér, vagy krémszínű blúz,
Ugyanez az anyag, amit az előbb mutattam, mert mentába az igen, a itt van. Királykék. Mondjuk ez így együtt annyira nem. Tehát... Nem, ez annyira nem, de viszont ehhez már lehetne kombinálni. Igen. Tehát ez így már jól néz ki. Ez már egy elegánsabb kategória, és ez már ezzel a kékkel kombinálva szerintem ez már a korosztályt is egy kicsit kitolja. Míg a pinkel azért határos, így van. A szatén pinkel, hogy ezt igen. hogyan tesszük össze, de ha már ezzel, akkor az már az idősebb korosztálynak igen. is szerintem igen. tud elegáns lenni, ha mondjuk ebből van egy felső. Akkor hozzá. Itt vannak a muszlim blúzok, ami mondjuk ez nem királykék, de ez is megy a mentához, és nagyon szép muszlim blúzokat lehet belőle kitalálni. Hát ez szinte akármelyik színhez megy egyébként, amit ide pakoltunk. Igen, tehát a mentához én ahhoz raknám, ahhoz nem annyira, ahhoz inkább ezt találnám. Ezt az anyagot. Igen. Ezt ajánlanám. De én ebből egyébként egy szoknyát is el tudok képzelni. Igen, és a másik az, hogyha valaki nagyon... Kifelé tartott. Tehát problémája az, hogy fényes, a másik oldalát is lehet használni az anyagnak, és egyből mattabb az egész, és egész máshogy néz ki. Aha. Lehet a kettőt is kombinálni, hogy egy kicsit... Hát talán így inkább hétköznapra is fel lehet igen. venni, így már alkalmi. Olyan verziót egyébként lehet varni, hogy mondjuk ehhez az anyaghoz ragaszkodnék, hogy két oldalról hordható. Hát a nagyon ügyes varrónő. Mert akkor gyakorlatilag kettő az egyben szoknya, az egyik oldalról, van, ha akarom, akkor végül is egy utcai viselet, mert gyakorlatilag a fazon az mindegy, tehát itt az anyagnak a minőség, ami meghatároz, hogy milyen eseményre veszi pontosan. Fel az ember. A következő szín, ami a nyár slágere. Mondjuk, amit ott látok, azok a barack színek, púderszínek, azok is szerintem még mindig vannak, nagyon szeretik még mindig feketével kombinálni, csak mondjuk annyiban változik, úgy látom, a télihez képest, hogy télen ugye a fekete volt a több, és kevesebb volt benne ez a barackos, és most viszont inkább ez a barackos, és csak pici feketével van díszítve, vagy esetleg a bátrabbaknak fehérrel akár, uh-huh, de az már nagyon eseményfüggő. Hát örömanyáknak hozzuk ezt a szint, mert ők azért elég konzervatívan próbálnak felöltözni, és hát ez az egyik kedvenc, ilyen visszafogott választás. Akár ebből egy nadrág kosztüm, tehát ez lenne a nadrág, ez lenne a felső. Ebből én olyan ruhát tudnék készítetni, tehát ezt... Ha én most megmutatom, nem tudom, mennyire látszik kamerából, középről, de ez egy vörös szőnyeges ruhának az alapanyaga. Hát elegáns. Most én azt gondolom, hogy egy esküvő... Azon függően egy teljesen szüket, ha nem feltétlenül az esküvőköz ragaszkodunk, mert azért tényleg sok alkalom van nyáron, egy fölül teljesen szűk ruha, ami mondjuk itt tértől egy kicsit kifelé el, azért ebből az anyagból nem mindegy. Igen. Tehát azt szerintem szent nem marad szárazon, aki ezt felveszi. Persze alak is kell ehhez már. Igen, igen. Tehát ez egy nagyon elegáns kombináció. Akkor a másik szintén ilyen nagyon elegáns kombináció, a zsakárd mintás, hát ez is természetes alapanyagból készült. Ennek is mind a két oldala használható. Valaki szereti a fényesebbet, van, aki a mattabbat. Hát, itt gyakorlatilag annyi, hogy fordítva van. Tehát az egyik oldalán az alapszín, a fényes és a minta a matt. Igen. A másik oldalon pedig pont fordítva van, és épp az ellenkezője. Igen. És ehhez szintén ez az előbb említett pamut szatén, ami nagyon elegáns, és teljesen színben nyúlik passzol annyit, hozzá. Hogy... Igen, és ezt is lehet a mattabb oldalát használni, vagy kombinálni a két oldalt. Általában úgy szokták, hogy a behúzott, mondjuk ha valaki ezt az oldalát használja, akkor a behúzott gombokat fényes oldalból csináltatja, vagy ékszergombokkal, tehát azzal is nagyon elegáns egy ilyen egyszerűbb ruha. Igen. Ékszergombbal. Szuper. Akkor egy fiatalabb verzió, tehát a fiatalabbaknak
egy ilyen, szintén egy ilyen zsakárdos anyag, amiből lehet akár szintén zakót, nadrágot, kis szoknyát, akár egy farmer szabású kis szoknyát, ami hát rugalmas minimálisan, de természetes alapanyag. Jó. Van még valami olyan szín, amit kihagytunk esetleg a nyári mintákból, de szerintem... Hát szerintem nincs. Nagyjából kilőttük. Igen. Akkor hamarosan innen folytatjuk, megnézzük, hogy hogyan is néznek ki ezek a fazonok pontosan egy próbababán. Meg is érkezett az első nyári trendi modellünk. Hát ez abszolút hétköznapi viselet, látom magam benne egy strandpapucsban, ahogy elszaladok benne bármiért. Sima pamut a felseje, ahogy így látom, van. És az alja, meg ilyen kis búgyósa meg van csinálva, ami nyáron a 70 fokban a lányoknak nagyon-nagyon jó viselet. Így van. És hát három vagy négyféle anyag hát, van itt? Én azt mondanám, a maradék anyagokat összeszedték, és nagyon jól földobja a ruha alját. Mert ebben van gyűrt, muszlin, csipke, pamut jersey. Persze az alja az pamut, tehát, hogy hát, attól hogy ne senki ne jegyjen meg. Igen. Hogy itt. És ugye ehhez adunk még másik tippet, ugye a szintén nagyon divatos, amit mondtunk, pisztácia és árnyalatai, vagy menta és árnyalatai, inkább menta. Igen. És árnyalatai színből. Már ki is készítettük a pultra ezeket az anyagokat, amiből ezt a fazont meg lehet csinálni. Ugye nyilván ez a kék színű az anyag. Alak, igen. Tehát ő lenne ez a része. Akkor a csipkék, a csipke darabja, akkor egy maratott sejem, és egy sima muszlin, de ez mellé bármit hozzá lehet még, ami a anyag marad. Tényleg csak kreativitás függvénye a dolog. Más színből is nagyon igen. Szuper. És már is itt van a babának következő, a második számú ruhadarabunk, ami ezekből az anyagokból, illetve az anyagok kombinációjából szintén egy olyan fazon, ami választható, hogy akár utcai viselet, illetve akár szórakozóhelyre, vagy elegáns formában is, mert ugye ez most pamut. Ha mondjuk ezt is pamutból készítjük el, akkor akár egy utcai járkálós. Így már azért máshova is el lehet menni, vagy ha elegánsabb anyagokból készítjük, akkor akár tényleg egy elegáns helyre is el tudunk menni. Most ugye ez egy köztes verzió. Milyen tippünk van, ha egy kicsit elegánsabbra szeretnénk mondjuk venni? Nem a nagyon elegánsra, de mondjuk egy csinosra. Hát színben ezek harmonizálnak egymással. Szintén a mentát hoznám ki én elsőnek, de meg lehet ezt csinálni egy olyan anyagból, ami mondjuk az alja nem mintás, hanem egy sima, egyszerű szatén, na akkor már ott ezzel a netszel, akkor már előjön az, hogy alkalmi jellege lesz. Én ezt el tudom úgy is képzelni, hogy mondjuk ebből a ruhából van az alapja, és úgy jön rá a tül, vagy akár, hogy ebből az egyszerű színből van az alapruha, és akár nem is kell a tül hozzá, hanem mondjuk egy ilyen színnel tesszük rá ezt a mintát. Igen. És akkor igen. Az már megint egy másik korosztálynak. Így van. Talán egy nem az a 20-30 eleje, hanem a 30 felétől akár a 40-es végéig, vagy nem tudom, tehát úgy már azzal a kombinációval már szerintem egy teljesen hordható, megfelelő. Igen, mert a kis... krémszín meg a menta, azok tehát elegáns színek. Igen. És ugye, hát itt szerintem azt a konzekvenciát le is vonhatjuk, hogy nem kell megijedni attól, hogy az elsőre így egy fiatalos fazon, szín és anyag függően, ez gyakorlatilag bárkinek a korához függően meg lehet csinálni, meg hordani, tudni kell a ruhát. Igen. És elérkeztünk az utolsó, a harmadik szettünkhöz, ami szerintem, ez, ha valaki kimegy az utcára, tudja, hogy szembe fog vele jönni ez a kombináció, persze nem ebben a fazonban, van egy sima egyszerű farmer szoknyánk, illetve egy olyan kis, hát nem is tudom, blúznak vagy mellénynek blues, lehet ez Gyöngyi nevezni? Ez egy kis romantikus blúz. Ezt még azokkal a szaggatott farmerokkal is szerintem
Igen, simán meg lehet oldani. Igen. Ugye mondtuk, hogy egyszerű blúz, de igazából nem, mert hogy itt van egy kis megkötője középen, illetve tele van csipkével, és egy másik anyaggal kombinálva. Sőt, ha jól látom, három anyag van benne, hát kétféle csíp. Ezek ilyen szalagok, ezek csipke szalagok, de meg lehet csinálni rendes nagy csipkéből leszabni, vagy madéra szélek, tehát ilyen akár egy lepedővásztat eltépni, és simán kirojtózva rávarni, tehát ez is tiszta fantázia. De nagyon kedvelt ruhadarab a fiataloknál. Farmer szoknyával, sorttal. Igen, ugye a sort ennek a másik megfelelője. Viszont, hogy ne legyen ennyire egyszerű, és hogy tényleg ne jöjjön velünk szemben az utcán, ezt is mi fokoztuk. Említettük ezeket a bizonyos virágos anyagokat, amik nagyon nagy divatok. Hát ha mondjuk ezt a szoknyát ebből az anyagból készítjük el, vagy ugye a sortban is jó, akkor ez ugye már így mindjárt más tészta megfelelő ékszerekkel, akár van. Olyan esetre egy platformcipővel szerintem tuti hatás. Igen. Illetve, ha még mindig nem elég, és mondjuk talán egyel, az már kicsit csinosabb, hát nem is az, hogy alkalmibb, de nem feltétlenül mondjuk moziba járós, hanem valami kis dunaparti vacsorázós. Hát akkor a mentával lehet akkor kombinálni. Akkor a mentával, igen. Így van, vagy akár a pinkkel, ezek ahhoz így is együtt. Tehát így van. Mondjuk a nadrág ilyen színből, a felső pedig ezekből kombinálva, az már egy fehér cipővel, szerintem nagyon szuper. Így van. Ennyi fért mai adásunkban, női szakasz lesz jövő héten, és tartsanak akkor is velünk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!